Kaltenbach Jenő, fővárosi képviselő vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét mindenkinek! Mi volt ma? Mi volt ez az egész? Azt tudom, hogy késve kezdtek, aztán feltételezhetően vitáztak, gondolom a Fidesz frakció ülésen nem volt bent, de hogy itt most ki győzött le, kit és mennyibe kerül, és kinek van erre pénze, vagy nincs, meséljen el mindent. Hát én szívesen elmesélek mindent, csak nem tudok mindent, mert ők se tudnak mindent, hiszen az derül ki, hogy senki nem tud semmit. Ugye olyan óriási eltérések vannak az egyes beszélések között, hogy szakértő legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy mi az igazság. Hát, hogy lehet így döntéseket hozni, hogyha senki nem tudja hát biztosan. Ezért nem szavaztuk meg. Tehát az elképzelhetetlen, hogy belevágunk egy ilyen óriási volumenű dologba, és nem tudjuk, és nem látjuk a végét, mert az egyik azt mondja, hogy ez 3,5 milliárd forint többletet jelent, a másik azt mondja, hogy hát nem annyi, csak 900 millió, stb. Szóval itt olyan elképesztő bizonytalanság van, amit egyébként az is bizonyít, hogy ugye hát példátlan módon a Fidesz frakció a 8.30-as kezdés helyett másfél órát tanácskozott, és másfél óráig várakoztunk arra, hogy méltóztassanak elfoglalni a helyüket, és megtárgyaljuk egy ügyet, amit Isten tudja, hogy mióta rágnak, de még mindig nem jutottak el a rágás végéig, ameddig az ülés megkezdődött volna. Ez egészen elképesztő. Hát de végül is ma aztán lenyelték, tehát addig-addig rágták, amíg valakinek legalábbis le kellett nyelnie. Hát nem mindenki nyelte le, ha nem a békát, akkor a buszt. Azt azért, az nagy falat. Nem mindenki nyelte, nekem az volt az érzésem, hiszen Talos Istvánnak az utolsó pillanatig óriási kétségei voltak. Ő például abba is belement volna, hogy amit a szocialisták kértek, hogy legyen valamiféle számítás, hát legyenek valami egészen pontos adatok, hogy legalább el tudjuk dönteni, hogy most akkor hogyan is foglaljuk állást az ügyben. Nincs. Én azt nem értem, hogyha most ugye arról döntöttek, hogy külső vállalkozó veszi majd át több busznak az üzemeltetését saját busszal, akkor ez a fővárosnak miért kerül pénzébe? Igen. Hát ugye szolgáltatást vesz a főváros. Tehát egy kívülállótól vesz meg egy szolgáltatást. Nem a buszokat veszi meg, hanem a szolgáltatást veszi meg. De most ugyanígy a szolgáltatást megveszi a BKV-tól, nem? Így van, csak azt mondják, hogy a BKV az egy nagy, rettenetesen rosszul működő szervezet, stb. Én szerintem egyébként a probléma nem ez, és ebből a szempontból tulajdonképpen nincsenek könnyű helyzetben ők sem, mégpedig azért nem, mert a mostani busztenderből is pontosan látszik, hogy a fő baj az a BKV finanszírozásának a teljes megoldatlansága. Nem lehet még most külső megrendelőt, illetve a külső szolgáltatástól sem rendes áron megszerezni a szolgáltatást, pont azért, mert minden bizonytalan. Tehát nyilván ez ugyanolyan, mint a bankkölcsön. Ugye a bankok, hogyha egy olyan országból beruháznak, ahol nagy a kockázat, akkor marha magas kamatot számolnak, és emiatt aztán a kölcsön drága. Most itt ugyanez a helyzet. Egész egyszerűen a BKV finanszírozása annyira bizonytalan, hogy olyan szolgáltató, aki normális áron tudná szolgáltatni, olyan nem fog jelentkezni, mert bizonytalan abban, hogy megkapja a pénzét. Csak alapvetően, hogyha abból indulunk ki, hogy van a BKV, amely tele van előregedett, leselejtezés előtt álló buszokkal, új buszokat venni, nincsen pénz, felújítás, az már szinte nem segít ezeken, tehát nagyon sok pénzt kellene erre költeni. Ezt megspóroljuk azáltal, hogy odaadjuk a szolgáltatást külső vállalkozónak. Annak kell fizetnünk a szolgáltatásért, most is kell fizetnünk a BKV-ért, a BKV szolgáltatásáért, tehát hogy itt olyan nagyot nem bukik a főváros, vagy nem kéne, hogy bukjon, mert ugyanúgy szolgáltatást vásárol. Viszont nem kell a BKV-ra költenie, nem kell új buszokat vennie. Tehát így nekem egy jó üzletnek tűnik. Mitől válik nem jó üzleté? Így van. Mi egyébként kezdettől fogva azt mondtuk, hogy igen, ez a maga a modell vagy az elképzelés az nem rossz, nem lenne rossz. Nem lenne rossz akkor, hogyha piaci áron versenyeznének a különböző szolgáltatók. Ebben a tenderben egyetlen egy ajánlattevő volt,
És a BKV-t nem engedték indulni. Tehát a saját céget nem engedték indulni a versenyen, és egy egyetlen ajánlatot nyilvánítanak győztesnek. Ez nem verseny, ez nem tender. Miért a BKV-nak is nagyon jó buszai vannak? Hát hogy indult volna a tenderen? Hát én azt nem tudom, ez a BKV dolga. Ők panaszkodtak, hogy nem indulhattak a tenderen, mert azt mondták, hogy ők is tudtak volna olyan áron, sőt annál jobb áron ajánlatot tenni, mint amit a végül is a nyertes tett. De még egyszer mondom, az a baj, és ezért az egész gazdasági környezet miatt nem lehet a problémát ebben a pillanatban tisztességesen megoldani, csak akkor, hogyha a kormány végre rászánna magát együtt a fővárossal, hogy kidolgoznak egy hosszú távú, kiszámítható, biztos finanszírozási rendszert a BKV-ra, és biztos piaci viszonyokat teremtenének, akkor minden egyéb probléma megoldása olcsóbb lenne. De arról kiderült valami, hogy ezt a Fidesz frakció miért akarja ilyen nagyon, és Tarlós István meg miért nem akarja, gondolom ugyanezen fenntartások miatt, amit most ön is felsorolt, a főpolgármester is ilyeneket fogalmazhatott meg, de akkor... Tehát most legyőzték a saját pártársai, a főpolgármestert, hogy mi történt? Nézze, én ezt a iszonyú bonyolult dzsungelharcot, amit a fővárosnál folyik, ezt én most már nem tudom követni, nem is nagyon akarom. Őszintén szóval sajnálom a budapestieket, hogy ahelyett, hogy azt hallanák, hogy egy problémát hogyan oldanak meg, ahelyett állandóan arról van szó, hogy kit nem szeret a Fideszbe. Szóval egész egyszerűen... Ez a helyzet a továbbiakban valószínűleg tarthatatlan lesz. Én arra számítok, vagy legalábbis azt remélem, hogy előbb-utóbb vagy tisztességesen megegyeznek egymással, vagy valaki legyőzi a másikat, és akkor végre megszűnik az áldatlan állapot, amin van, mert úgy látszik, hogy az áldatlan állapotot a pápai áldása tudta feloldozni. Múlt héten kerestük Önt nem fővárosi ügyekben, hanem felröppent az a hír, és nem tudom, hogy hol tart egy, igaz-e meg hol tart, hogy annak ellenére, hogy Önnek még nem járt le az elnöki mandátuma az Európa Tanácsban, a rasszizmus elleni bizottságnak ugye az elnöke, a kormány vissza akarja Önt hívni. Ez most igaz? És hogyha igaz, akkor mi történt? Visszahívták már, vagy nem? Hát ez egy jó kérdés, én engem hivatalosan nem keresett meg senki, csak nem hivatalosan, és ebben a pillanatban nem tudom megmondani a végeredményt, mert teljes titkolódzás folyik a dolog körül. Én, aki érintve vagyok, sem tudom hivatalosan, hogy mi történt. A jelek arra mutatnak, hogy valóban az történt, hogy ugye nekem a tagi mandátumom az december 31-én lejár, az elnöki mandátumom még plusz egy évig tartana. És hát mindenki abból indult ki, engem is beleértve, és a kollégáimat, a 47 kollégámat, aki a bizottságban dolgozik, hogy hát az még nem fordult elő, hogy hivatalban lévő elnököt a saját kormánya, hát hogy úgy mondjam, szúr hátba, és visszahívja. Milyen jel mutatott erre? Tehát az Európa Tanácsban, vagy ebben a bizottságban mondta Önnek valaki, hogy érdeklődtek Magyarországról, a kormánytól, hogy akkor küldenénk egy másik elnököt, vagy mi? Hát másik elnököt nem tudnak küldeni, hát mert az elnököt azt valamit. A bizottság választja, és hát az önmagában érdekes, hogy ennek a bizottságnak, és egyáltalán Európa Tanácsi Független Bizottságnak magyar elnöke még nem volt az első eset. Igen. Ennek ellenére a kormány ezt nem tartotta eléggé jó érvnek ahhoz, hogy megmaradjak ezekben a pozícióban, de válaszolva a kérdésére, én most nem fogom megmondani, hogy ki hívott föl a hírrel, de a hír úgy tűnik, hogy igaz. De, tehát az Európa Tanácsból hívták fel ezzel? Tehát nem itthoni valaki... De itthoni, igen. Itthoni valaki, tehát kormány közeli. Körökből. Hát akkor, hogyha tud valamit, majd mondja el nekünk is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Kezdődik az Újságíró Klub Németh Péter vezetésével. Szervusz, és milyen témákkal? Szervusz, Olga. Hát nagy meglepetést nem fogok tudni okozni akkor, amikor az október 23-i... ellenzéki összefogás, vagy nem összefogás témáját fogom itt elsőként említeni. És persze beszélünk majd arról, hogy miket nyilatkozott Orbán Viktor Németországban, illetve itt a Kossuth Rádióban, miként viszonyul az IMF-hez, és most újabban mi lesz itt a regisztrációval, ami nálad is téma volt. Úgyhogy ezek és még sok más minden, ami belefér az Újságíró Klubba, várom majd Önöket. Köszönöm szépen, én pedig várom Önöket legközelebb csütörtökön, mert hogy kedden Bánó András, szerdán pedig Vicsek Ferenc várja majd Önöket itt az Egyenes Beszédben, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!